Many hours later. Francesen bele, hol lehetek? Nem ismerős ez a környék. Lassan fel kellene hívnom Domot, hogy késni fogok. Haló! Hello, szávasz, Dom, figyelj! Az a szituáció, hogy valószínűleg, hogy egy kicsit késni fogok, mert nagyon elkeveredtem, nem egyszerűen nem találom haza utat. Brian, nem érdekel, hol tévedtél el. Pontosan tudod, hogy még mindig tartozol egy 8 másodperces kocsival. Szóval húzzál bele! Istenem, a francesembe! A beteg meghal. Úristen, doktor úr, a beteg felébredt a kómából. Szia, elnézést, hogy megszólítalak. Brian vagyok. Szia, én meg Mari vagyok. Nem te vagy az az amnéziás csórikám, aki neki ment a fának a kocsival, ti ezt szeretné úgy a téve? De igen, én vagyok, sajnos. Igen, amnéziás vagyok, nem emlékszek semmire, csak a nevemre. Annyit tudok magamról, hogy Brian, és most kiutaltak nekem egy ilyen valami szociális lakást, elvileg valamilyen DS teleppel szembe, hát oda kellene eljutnom. Ja, hát az a Józsi régi háza. Oda lett kipaterolva, mikor mindent elveszített. Elnézést, hogy megkérdezem, de ki az a Józsi? Ja, hát a volt uram. Azért volt a DS telep. De az a mocskos kártya meg az ital, az okozta a vesztit. Mikor már jó ment neki, mindent elveszített. 2 éve nem hallottunk róla. Futba ugrott talán, hogy világá ment. Na, itt kell leszállnod, csórikám. Várjál már! Azt mondtad, semmire sem emlékszük? Arra sem, hogy tartozol nekem 10 000-rel? Na mindegy, csak hülyéskedtem. Szevasz, csóri! Ennél flagman fejjelnél, hát büdös életben szerintem nem láttam. Ez röhely. Csórikám elkezdi. Na mindegy. Szóval akkor ez lenne az a nagy híres TS-telep, ahol ennek az ura volt annó TSN-nek, ugye? Vagy micsoda? Igazából nem ezzel kellene foglalkoznom, hanem
Rá kellene jönnöm, hogy egyáltalán én ki vagyok. Valahogy nyomoznom kellene erről a balesetről, talán hogyha többet megtudnék, akkor az amnéziám talán egy kicsit elmúlna, vagy nem tudom, hogy tudnám ezt megoldani. Na mindegy, először is meg kellene keresnem azt a lakást, amelyiket kiutaltak nekem. Hát Tiesztelepen szembe. Ott vannak valami épületek, lehet, hogy el kellene indulnom arra. Hát menjünk. Csak óvatosan. Hú, gyerekek. Pont ebbe az országba kellett megakadnom, meg még ráadásul. Nincs semmi pénzem, nem tudom, hogy csináljak valami pénzt. Meg ráadásul ki kellene derítenem, hogy ki vagyok én, ugye. Remélem nem szerek össze semmi. Semmi kullancsot ebbe a nagyfűbe. Na jó, mindegy, menjünk. Valószínű az lesz az a ház. Hát közel távol itt nincs ház, ahogy a busz ablakából láttam. Jó. Mekkora gaz van itt, nem nyírják a füvet? Pedig úgy hallom Magyarországon ilyen valami közmunkaprogram, vagy mi a franc van. Na mindegy. Nekem is kellene valami melót szereznem. Erről lenne az. Hát mindegy, várjatok. Ho-h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 o
hé. Biztos ez az? Mint hogyha egy kutyát láttam volna. Ó, basszus. Tényleg ott egy kutya, hát ez röhely. Mondom, nem volt szó, hogy van egy kutya is. Jó, mindegy. Tehát ezek hülyének néznek, azt hiszik szarok itt a bokorba. Az autósuk, ott a kutya, igen. Jó, hát szép darab, na. Ráadásul nincs kapusa, úgyhogy szerintem nagyon gyorsan húzzunk innen. Ide. Jaj. Oké. Okay. Meg kellene kerülnem. Valahogy megpróbálunk bejutni. Hátul. Talán nincs több kutya, aztán talán kitalálunk valamit. Először is jussunk be. Nem lesz még az se, hogy hol aludjak. Hát nem mondták, hogy egy kutya is van, tartozik a házhoz. A franc ugye meg. Jó, oké. Okay. Itt kikandikálunk, ezt megnézzük, hogy itt be tudok-e jutni. Hát ez elég putrinak néz ki egyébként. Aha. Oké. Jó. Itt át kellene másznom. Itt az oszlop mellett. Ez az. Na Jézus Isten! Fú, basszus, mert miért van mindenhol itt ilyen szemét? A kapuba is láttam, hogy az van, de... Ja, kukkancsunk időbe. Tudja, hogy nincs itt senki. Biztos az a lakás. A kutya, ott a kutya. Jó lenne tudni a levét legalább, hogy megszólítsam, vagy nem tudom. Szerintem jó nagy retardált lehetett ez a Józsi, aki előtte itt élt. Hát egy igazi hülye az milyen nevet adta a kutyájának. Mondjuk Sanyi. Tudni, hogy azt adta, hogy Sanyi. Egy ilyen tirpákpar, azt tudni, azt adja. Na, várjunk. Na, kezdjük neki! Gyere ide, Sanyi! Gyere! Gyere, Sanyi, hey! Hey, hello, szia kutya, mi újság? Gyere! Ne fuss el, jó. Ne fuss el, Sanyi! Kibújik a kerítésen, hát az a kerítés, az nem sokat ér. Sanyika, hello! Szia! Gyere ide! Ne fuss el, hú, hát ez fosósabb az a kutya, minél jól van. Már mi ez? Itt egy teniszlabda, ez biztos a játéka? Na, vegyük fel. Ahogy. Hopp! Hozz vissza!
Hát ez sikvielek ugye. Biztos, mint a gazdájára. Nézzük be ide. Mi van itt? Jó. Na hát ez valami igazi vérparaszt lehet. Még a falon is traktorok képe van. Hát jó, és ez itt mi? Nem tudom, az mi a franc. Na jó, van. Legalább tudok hol aludni, oké. Okay. Mi az a... Jó, basz, mi az a büdös? Úristen! Mi... Jézus úristen! Nem mondod, hogy... Ez az, amire gondolok? Hát ez eszem bírom, úristen. Ez szar. Jaj, édes úristen. Hát ez ide... Ide kell kijárni WC-re, és... Ennyi... Ide kiöntött a... Hát ez beszarás, komolyan mondom, szóval szerint kiöntött a szar itt. A WC-ből még arra se volt hajlandó, hogy ellapátolja, de mindegy. Jó. Még kicsit élhetővé kellene tenni itt a körülményeket. Hát ez meg, ahogy látom, egy tyúkol. Jó, oké. Nézzük meg a másik helyiségeket. Hát, hogyha még van valami érdekesség. Bár úgy látom, hogy ez egy igazi puti. Jó, hát itt is semmi nincs. Ah, jó. Micsoda neon, úristen. Oké, jó. Ez valami konyhára nézem. Menjünk tovább. Oh. Itt van valamilyen jármű. Jézus úristen, ez... Tiszta kosz, tiszta rozsda. Egyáltalán nem is biztos, hogy működik. Jó, van, mindegy. Itt meg van egy utánfutó, hát... Az lenne jó, hogyha ki tudnám deríteni, hogy... Na. Na, biztos rajta van a retesz kívülről. Ja, tényleg. Igen. Repülő, mit csinálnak? Permeteznek vajon? Na mindegy. Igen, van egy utánfutó, meg egy... Van egy ilyen utánfutó, meg egy ilyen kotla, sokra nem megyek vele. Tényleg, hogy a francba fogok rájönni, hogy... Ki vagyok én egyáltalán. Ah, jó. Ennyi. Oké. Okay. Meg itt van egy ilyen... Telekhez, szerintem ehhez tartozik. Na mindegy. Jó van. Nem tudom, hogy mit kellene csinálnom. Azt a szart el kellene takarítanom először is, mert ez így élhetetlen ez a... Ez az egész. Na hát akkor álljunk neki valaminek. Okay. Ebbe a talicskába kéne belemenni. Megpróbáljuk. Jó, próbáljuk meg. Próbáljuk meg. Legalább innen... Hogy mennyikor a igénytelenség még ráadásul. Hát még ráadásul a... Beállítja a napernyőt a szarba. Hát ez, ez őrület. Na mindegy. Sanyi! Még jó, hogy ezzel a kutyával elég jól megbarátkoztam. Na, akkor álljunk neki. Ezt a szart fel kellene. Talicskába bele. Fúj, de undorító. Még esküszöm, hogyha valami állatnak lenne az ürüléke, akkor nem lenne ilyen undorító ez. Ó, ezt eltalicskázom. Ne legyen itt elő legalább gusztustalan. Hova toljam el? Hova hátra kellene? Valahol, ahol nem zavar. Eltolom ott az épület mögé, az nem olyan veszélyes, jó. Úgyni. Ja, oké. Alakul. Hát ez, ebből mondjuk nem nagyon fogok rájönni, hogy... Ki vagyok én. De legalább talán... Ó, gyerekek. Ó, Isten. Hova kerültem?
Na, borítsuk ki. Azt nem tudom, hogy nem fogok egyáltalán pénzt is sikeresni. Szörnyű. Mindegy. Lehet, hogy a WC-ből kellene össze kikaparnom, mert el akarok menni a WC-re, ne ebbe a szarba tipródjak. Hát ez gusztustalan egyébként. Nem is értem, hogy élhet így egy ebbe. Fú, hát ez rengeteg. Ez nem lesz kicsi munka. Mindegy. Kicsit később folytatom. Úristen, komolyan, hogy lehetek ennyire szerencsétlen? Nem ismerem a múltomat, amnéziás vagyok, és az lesz a jövőm, hogy talicskálni fogom itt a másnak az ürülékét, amit ide lapátolt a WC mellé, mert nem volt erejet elvinni már tovább. És itt fogok élni ebben a magyar faluban. Meg kellene néznem ezt a gépet. Hogy egyáltalán működik-e, aztán akkor tudnék-e vele valamit kezdeni. Na, egy pénzt kellene keresnem, mert így nem nagyon fogok sokra menni. Na, nézzük. Ja, jó, oké. Hogyan indul? Ez lesz az? Na. Jó, úgy látom, elindult. Oké, úristen, mennyi kar van rajta. Na, ez lesz az előre? Ez az jó, oké. Jó, lenne lemosni egy kicsit, nagyon szarul néz ki. Szálljunk le. Hát, érdekes. Ennek nem kellene itt lennie valami platójának? Vagy ez hogy van? Vagy arra már nem futott a pénz? Mindegy. Rá kéne tolatnom arra, mert mégiscsak ezzel tudnék valamit kezdeni. Illeszkedik rá? Megnézzük. Egy. Oké. Jó. Ez az jó, működik legalább. Oké. Na. Tök jó. Ez tetszik. Ez nem jó, nem rossz. Ez az. Erre is fel tudnám menni ezt a rengeteg trágyát, aztán el tudnám tüntetni valahova. Ó, ez tetszik, tök jó. Jó, várjunk, csak álljunk meg itt. Állítsuk meg. Oké. Hoppá le, jó. Oké. Jó, ez előbbre vagyok legalább, nem kell gyalogolnom. Jó, nincs is semmi gond. Na, akkor a következő van. Ja, hát ezt jó lenne folytatnom, de nagyon nem tudom. Valahogy ki kellene találnom, honnét tudnám meg, hogy ki vagyok én. Valahogy nyomoznom kellene. Azt se tudom, hol volt az a baleset. Jó van. Kicsit le kéne mosni, csak... Ja, itt van a víz, hol van? Mi a szar ez? Telefon, nem is láttam telefont, várjál már. Pedig ez telefon lesz, mi van? Hol vagy telefon? Itt vagy? Aha. Hol? Te ki az a víz, aki a fiókba tartja a telefont? Na várjál. Haló? Igen? Na szevasz, csórikám. Mari vagyok a buszról. Szia, hello, szia. Figyelj, gondolom érdekel, hogy hol van a kocsid, amivel karambolóztál. Igen, tudod, hogy hol van? Tudom, de ne hidd, hogy ingyen megmondom, nekem is jönni kell valamiből. Szóval, a falu fölött van egy erdő, ott van egy rakatfám, nincs kivel hazahozassam. Ha hozod nekem, akkor megmondom, hol van a cifrakocsid. Jó, hát megpróbálhatom.
Oké, a templom mellett harmadik ház. Odahozd. Ne szavasz, Csúri. Jó. Köszönöm, szia! Na bazze. Megint ez a flagma picsa. Hát, stílus az most se változott. De legalább előbbre lennék, hogyha megtalálnám az autómat, mert esetleg abból talán eszembe jutna valami, meg ráadásul, hát kellene, amúgy is. Jaj, jó, oké. De akkor elindulok szerintem. Aztán megpróbáljuk ezt a fát elvinni ennek a Marinak. A Mari. Jó, oké.